Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, önök az Igaz Gyöngy műsort látják. Gere Lilla vagyok, a következő egy óra házigazdája. Egyedül, de nem magányosan. Ma este erről a témáról fogunk beszélni, kedves meghívott vendégeinkkel. El fogják mondani önöknek azt, hogy egyedül élnek, de nem érzik magukat magányosan, mert az Isten velük van. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy ilyen bátrak vagytok, hogy erről a témáról fogunk majd beszélni. Először is egy bemutatkozást kérnék tőletek, Dóri először tőled, és utána Ági tőled. Először is mi is köszönjük a lehetőséget. Én Kovács Dóra vagyok, Gyömrőről érkeztem, és eredetileg térképészként végeztem, de egy kicsit szakmát váltva, most sales manager vagyok egy szállítmányozó cégnél. Köszönöm szépen. Ági? Én Fuchs Ágnes vagyok, én Pécsen születtem, ott nőttem fel. A végzettségem szerint közgazdász vagyok, de egy ideje már Budapesten dolgozom egy multinacionális cégnél könyvelőként. Köszönöm szépen. Mielőtt belefogunk ebbe a nagyon izgalmas témába, először is szeretnék tőletek kérni egy kis életút áttekintést. Mind a kettőtökről azt tudom, hogy keresztény családban nőttetek fel, és hogy nem volt unalmas keresztény családba felnőni, hanem nagyon élveztétek. Hogy indult a gyerekkorod, Dóri? Én egy olyan keresztény családban nőttem föl, ahol már több generáció a felmenőim között keresztény volt, hála Istennek mondhatom ezt. És úgy indult, hogy én voltam a legkisebb, vagyis vagyok is a legkisebb a három testvér közül. Amikor megszülettem, akkor még szüleimnek polgári foglalkozása volt, de gyermekkoromban lett már édesapám lelkipásztor, illetve a lelkipásztorkodás mellett aktívan szolgálunk, így egész családunk, most már mondhatom azt, egy nemzetközi szervezetben, amely lelki gondozással foglalkozik, tehát ez a gyerekkoromat is kitette, és tényleg mondhatom azt, hogy már az anyateljjel szívtam magamba az igét és a keresztény neveltetést, amiért nagyon-nagyon-nagyon hálás is vagyok. Tehát akkor nem volt unalmas ez a gyerekkor. Nem érezted megkötésnek, hanem meg tudtad élni a teljes életedben, gyerekkorodtól kezdve a teljes szabadságot? Igazából otthon a gyülekezetben igen. Persze az iskolai évek azok senkinek sem könnyűek, de mivel soha nem volt egy pillanatra sem bennem az, hogy elhagynám az Úr Jézust, mindig belekapaszkodtam. Persze nekem is meg kellett hozni az életemben azt a bizonyos döntést, hogy mellette döntök, de így nem volt nehéz. Az iskolában sokat csúfoltak, cikiztek ezzel, de ezen valahogy így sikerült túlsiklanom. Köszönöm szépen. Ági? Én is azt mondhatom, hogy hála Istennek keresztény családba születtem, a nagyszüleim is keresztények voltak. Egy hát nagy család tulajdonképpen, mert ötödik gyermekként születtem, legkisebb gyerekként. A testvéreim azért idősebbek jóval, mint én, tehát tulajdonképpen nem azt mondom, hogy egykeként nőttem fel, de azért valamilyen szinten mégis én később nőttem fel, mint ők, nem velük együtt. És én is tevékenyen részt vettem a gyülekezetben, tehát biblia körbe jártam kisgyerekkoromtól fogva, aztán ahogy nőttem fel tiniknek való házi csoportba, és mindig jól éreztem magam a gyülekezetben, de Dórihoz hasonlóan nekem is el kell mondanom, vagy én is elmondhatom azt, hogy meg kellett nekem is hoznom azt a személyes döntést, hogy nem Istennek az unokája szeretnék lenni, mivel a szüleim keresztények, hanem a gyermekem, és ezért nekem is meg kell hoznom ezt a személyes döntést. És ezt gyerekként meghoztam már, és nem bántam meg azóta sem. Tehát ez egyik dolog talán, ami mutat a mai beszélgetésünk témája felé is, hogy aki Jézussal jár, az nem lehet magányos. Köszönöm. Egy picit erről a személyes döntésről, hogyha részletesebben mesélnétek, hogy mikor volt ez az életetekbe, és mihez tudjátok hozzákötni. Mint jó pünkösdi lányok, mindig eljártunk a pünkösdi gyermektáborokba, gondolom Ági is. Ez nem csak pünkösdi lányokra, pont az előző műsoromban volt, hogy ők baptisták voltak, bocsánat, akik itt voltak. Ugyanez a sztori, annyira aranyos. Igen, szóval táborba mentetek el? Igen, elmentünk táborba, és
én nekem legalábbis ott született meg a szívembe ez a döntés, és egy nagyon érdekes dolog volt, mert igazából előtte is az Úr Jézusnak szolgáltam, és aktívan részt vettem mindenben. Ekkor amúgy 13 éves voltam, amikor ezt a döntést meghoztam, és elvittem magammal egy nem hívő osztálytársamat ebbe a táborba. És ő mondta azt, hogy amikor előre hívás volt a megtérésre, hogy ő szeretne előre menni, és szeretne az Úr Jézus mellett dönteni. És én előre kísértem, és igazából azon gondolkodtam, hogy mindig is tudtam azt, hogy én Jézusnak a gyermeke vagyok, de úgy magam ezt a döntést soha nem tettem meg, mert annyira természetes volt a mindennapokban, hogy mindenben Isten segítségét kérjük, vagy Istenhez megyünk, és természetesek voltak mindig az imák, azt, hogy olvastuk az igét. De amikor előre kísértem ezt a leányzót, akkor úgy éreztem én is, hogy kisgyerekként, de rám szakadnak a bűneim. És hogy meg kell vallanom azt, hogy igenis azokért, amiket elkövettem, azokért bocsánatot kérek, és a további életemben pedig Jézust követem, és akkor ott hoztam meg ezt a döntést. Köszönöm szépen. Nálad hogy is volt ez a döntés meghozatal, Ági? Én is gyerektáborban hoztam meg ezt a döntést. Igen. Én nekem is annyira természetes volt ez az egész keresztény élet, de akármilyen kicsi is voltam, sokszor éreztem azt, hogy most rosszat követtem el, vajon mi lesz így velem, vajon a mennybe kerülök-e, vagy sem, és akkor így sokszor mondtam, hogy jaj, Úr Jézus, hogyha most ezt megbocsátod nekem, akkor téged foglak életem végéig szolgálni. Aztán elmentem ebbe a gyerektáborba, én 10 éves voltam, és akkor úgy döntöttem, hogy ezt szeretném mások előtt is felvállalni. Talán van ennek egy jelentősége is, hogy ezzel így tanúságot teszek mások előtt is, arról, hogy Jézust szeretném követni, hogy előre megyek. És talán azok voltak a leghosszabb lépteim egész életemben ideig, de összeszedtem a bátorságomat, és így akkor azóta Jézust követem. Volt valami mégis, valami meghatározó különbség a döntés után, vagy igazából nem kell, hogy így legyen, csak kíváncsi vagyok, hogy volt-e nálatok nekem ilyen. Talán annyi, hogy utána már nem akartam mindenáron jó lenni, és cselekedetekkel elérni azt, hogy üdvösségem legyen, hanem tudtam azt, hogy ezt megnyertem. És nyilván nem jogosít fel arra, hogy mindenképpen így bármit tehetek, hiszen nincs is, hogyha Jézussal járunk, akkor nincs is erre igényem, úgymond. De mégis megvan ez a békességem, hogy nem kell jó cselekedetekkel elérnem. Erre akartam pont rá kérdezni, hogy annyira jó, hogy ezt elmondtad, mert hát ha meghozzuk ezt a döntést, ezután is követünk el hibákat, és az Isten nem sújt le ránk, és nem mondja, hogy te csúnya bűnös, és stb. Persze a mi érdekünk, hogy rendezzük a dolgainkat, már az elválaszt Istentől, de hogy az Isten szeretete az ott van, sőt már előtte is ott volt, mert hogy keresett bennünket. Tehát akkor keresztény közegben nőttetek fel gyülekezetbe, és ahogy beszélgettem veletek, rengeteg mindent csináltatok már kisgyermekkorotoktól kezdve. Talán onnan, ha elindulhatnánk, hogy mind a ketten valamilyen módon zenéltek, vagy a dicsőítésbe szolgáltok. Hogyan adódott ez neked? Például te fuvolázol, Dóri, ami az egyik kedvenc hangszerem. Nálam úgy jött, hogy a bátyáim is zenéltek, az egyikük zongorázik, és a másikuk gitározik, habár mind a ketten zongorát tanultak. És ez is annyira természetesen jött, mint ahogy az Úr Jézust követem egész életembe, hogy én is fogok valami zenét tanulni. És először furulyázni kezdtem el, 4 évig tanultam furulyán, majd átváltottam a fuvolára. És amikor harmadik éve tanultam már fuvolázni, akkor született meg a szívemben az a döntés, hogy így szeretnék én is a dicsőítésbe részt venni. Ekkor voltam 16 éves, tehát hogy nem egy nagy idős korban kezdtem el ezt a szolgálatot. Természetesen először még inkább a fuvolázásra koncentráltam, és aztán később annyira átvette annak a helyét, hogy tényleg Isten dicsőítésére koncentráljak, hogy csak azt vettem észre, hogy az ujjaim néha csak úgy futnak a fuvolán is, és hogy az egész Isten dicsőítésére szól. Szóval ezt azóta elkezdtem, és nem hagytam abba, és azóta is szolgálok ebben. Hanem ilyen kotta követős
komoly zenei stílusban. Nem, az elején, amíg meg kellett tanulni, addig igen, de utána már átváltottam az improvizálásba, és a saját gyülekezetünkben otthon szolgálok, illetve most már, és erről szerintem majd fogunk később beszélni, most már együtt is volt lehetőségünk szolgálni egy női konferencián. Zongorázol, Ági. Hogyan indult ez a zongorázás nálatok, és ilyen természetesen a családban mindenki zenél, vagy te? Vannak zenészek. Vannak? Énekelni mindenki tud, hangszeren játszani nem mindenki. Anyukám fontosnak tartotta azt, hogy járjak zeneiskolába, úgyhogy én is már... Szívesen jártál? Én nagyon szívesen. Nagyon. Hú, én csak mellé jártam, igen. Jó. Én nagyon szerettem a szolfést is, nagyon a hangszereket is. Úgyhogy már úgymond zeneóvodával kezdtem, aztán előképző, és én 7 évig tanultam zongorázni, de egyre kevesebb időm volt a gyakorlásra, és egyre inkább kötöttségnek éreztem azt, hogy kottából kell játszani. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor váltok, és utána 6 évig tanultam még énekelni, hogy azt is kicsit fejlesztem, és ezzel párhuzamosan már így beszálltam a dicsőítésbe. Én azt hiszem, talán ilyen 14 éves lehettem, akkor így énekesként énekeltem, alt szólamot főleg, és akkor, amikor a szükség lett zongoristára, akkor beszálltam, és nagyon élveztem, és ez így meghatározó dolog is volt a zene azóta is az életemben. Jó dolog együtt zenélni szerintem együttesben, és dicsőítő csoportban, és dicsőíteni Istent ezzel. Ez nem pusztán csak zenélés, hanem hogy tudjátok ezt jól megfogalmazni, hogy miért szerettek dicsőíteni? Nem csak az, ahogy fújod a fuvolát, vagy hogy zongorázol, hanem az a plusz benne? Igazából nekem az a plusz benne, hogy ezzel adok is egyben Istennek, de kapok is tőle ezáltal, és ezt annyira élvezetes megélni. Talán úgy tudnám megfogalmazni ezt az egészet, hogy én dicsőítem őt azzal, ahogy szól a fuvolám, és amilyen hangok mennek fel hozzá, és ezzel neki örömet szerzek. És ez az öröm utána átárad rám is. És én nagyon-nagyon élvezem azt, hogy nem csak a saját magam örömére szól ez az egész, hanem nagyon jó visszajelzéseket szoktam kapni másoktól is, hogy amikor ez az ének, vagy az az ének alatt fuvoláztál, akkor úgy megérintett az Úr. És én nem is emlékszem, hogy mit, hogy, mert egyszerűen csak engedelmeskedtem Istennek, vagy ahogy ment a kezem a fuvolán, úgy játszottam. És ezek megerősítenek engem is. Tehát aki másokat felüdít, maga is felüdül. Ezt az igét is szerintem nagyon jól meg lehet élni a dicsőítésbe. Természetesen azután, hogy elsősorban Istennek szól ez az egész. Mindemellett, hogy ilyen nagyon természetes nektek gyermekkorotoktól kezdve az Istennek való szolgálat, azért bizonyára nektek is szólt az Isten a szívetekhez különböző dolgok miatt, hogy például Dóri, állj be a téni szolgálatba, vagy majd utána beszéljünk a női misszióról. Hogy ezek a elhívások, az Isten megszólítása, inkább talán egy könnyebben érthető a téma, ez hogy történt az életetekben, Dóri? Nálam úgy történt, említetted a tini missziót, az pont még nem ilyen elven történt, mert egyszer meglátogatott minket a tini missziónak az egyik vezetője, és azt mondta, hogy Dóri, neked ott kell lenned. És egyszerűen nem mertem nem engedelmeskedni. Aztán, amikor ott lettem benne, akkor 18 éves voltam, amikor beálltam szolgálni, tehát már éppen, hogy nem tini. Akkor úgy álltam hozzá, hogy igen, ez a szolgálat, és ezt tennem kell. Viszont nálam a gyökeres változás abban, hogy Isten állít be a szolgálatba, az akkor történt, amikor én egy évet kint töltöttem Angliában, 23 évesen. Ahogy említettem az elején, ugye a családunk elég erőteljesen szolgál a lelki gondozás területén, és ennek a missziós szervezetnek az angliai központjában voltam egy évet önkéntes, amikor meg kellett tapasztaljak egy újabb megtérést, egy újabb döntést, és egy újabb Istennek való odaszánást, odaszentelést az egész életembe, amit Ági mondott az előbb, hogy én akkor tapasztaltam meg igazán, hogy Istennek nem az unokája vagyok, hanem a gyermeke. Akkor alakult ki egy olyan személyes kapcsolat Jézussal, hogy napi szinten hozzámentem, mert nem tudtam máshoz.
Habár előtte is már döntöttem, és előtte is volt kapcsolatom Istennel, de ez valahogy sokkal elmélyítette a dolgokat. És igazából ez volt az első olyan intenzív időszak az életemben, amikor saját magam tapasztaltam meg olyan nehézségeket és mélységeket, amiket egyszerűen tudtam, hogy utána Isten fel fog használni az életembe. És utána már csak az motivált, hogy amin engem az Úr keresztül visz, akár mélységek, akár magasságok, akár bármilyen olyan bizonyság, amin átmegyek, azzal tudjak segíteni másoknak. Szerintem ezért vagyunk itt is most pont, mert különben erről a témáról így nem tudnánk beszélni. Igen. De ez egy olyan meghatározó élmény vagy átélés volt az életemben, hogy utána azt mondtam, hogy Uram, ha bármilyen területre viszel, akkor én abba akarok helytállni és akarok szolgálni. És ez a meghatározó alkalom volt, vagy meghatározó év volt számomra, amikor Isten a szívembe ültette azt, hogy a lelki gondozásban kell, hogy szolgáljak mindenféleképpen. Tehát ez konkrétan Istentől jövő elhívás. Mik voltak azok a nehézségek, amik itt értek? Valami hétköznapi konkrét sztorikat esetleg eszedbe jut? Miért volt olyan nehéz az egy év? Azt gondoljuk, hogy valaki kimegy Angliába, egy misszióba, az Hawaii. Nagyon élveztem egyrészt, tehát hogy igen, megvolt a Hawaii rész. De hát először is a honvágy, amivel szembesülnöm kellett, azt, hogy addig a szüleim mellett voltam, folyamatosan együtt is laktunk, tehát én az egyetemet is úgy végeztem el, hogy otthon laktam, és nem is nem kellett elköltöznöm otthonról, és ez volt az első olyan intenzív időszak, hogy se család, se barátok, se olyan magyar kapcsolat, ami olyan intenzív lenne kint. Ekkor már jó volt az angolod, vagy még azért? Ez is egy olyan nehézség volt, hogy az angol sem ment úgy még, ahogy kellett volna, nem tudtam magam megértetni. Nagyon nehéz volt, hogy különböző nemzetiségekkel kellett együtt élni. Aki már esetleg élt együtt távol-keletivel és némettel, és maláziaival egyszerre egy szobában, egy éven keresztül. Az durva. Igen, mindenki más kultúrából jön. Mindenki más kultúra, mindenkinél más szabad, más nem szabad. Tehát meg kellett szokjuk egymást, ebből is adódtak nehézségek. Illetve nekem abból is adódott nehézségem, hogy amennyire néha előny, hogy az ember lelkipásztor vagy vezetőnek a gyermeke, ez lehet hátrány is. Tehát többet várnak el az embertől. Ott is? Igen. Igen. Okay. Igen. Tehát, hogy ez is egy nagy kiképzés volt, és ami nekem a leginkább az, hogy bekerültem egy olyan háromszögbe, hogy a két főnököm ott kint nem nagyon szerették egymást, és mind a kettő nekem mondta el, már akkor is elkezdtem megélni ezt az elhívást, hogy így a lelki gondozás területén, hogy így hogy segíthetek nekik, és így mind a kettő nekem mondta el az ő problémáit a másikkal, és 23 évesen egy 40 valamennyi és egy 60 valamennyi éves hölgyet folyamatosan békítenem kellett egymással, és ez nem volt egy egyszerű folyamat. Tehát nagyon intenzív volt, és sok területen zajlódott ez az egész átalakulás. Ami ma már nagyon-nagyon-nagyon hasznodra vált. Nagyon. Köszönöm. Ági, te is egy csomó mindent csináltál, cigánymisszió, de talán kezdjük onnan, hogy egyetemre jártál, és a MacDess kezdtétek el, mi is ez a MacDess, és hogy jött ez a szívetekbe, hogy elkezditek? A MacDessnek a rövidítése az, hogy Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség. Ez már nagyon hosszú múltra tekint vissza, de igazából újra a rendszerváltás után élet fel. És megismerkedtem keresztényekkel az egyetemen. Nagyon érdekes volt, abban az időszakban még divat volt ez a karkötő, amire az van ráírva, hogy VVJD, ugye magyarul azt jelenti, hogy mit tenne Jézus, és hogyha ezt láttam valakin, tudtam, hogy ő biztos keresztény lehet, és így szólítottam le egy évfolyamtársamat, és ebből indult egy ilyen barátság, és ő akkor már járt egy MacDess diákkörbe, ami az egyetemnek egy másik karán volt, és annyira adta magát, hogy a szívünkön volt az, hogy a közgazdászok számára is kéne valamit szervezni. Azért az egy elég
racionális közeg, talán így tudom szépen megfogalmazni, és nekik is szükségük van ugyanúgy Istenre, és célunk volt az is, hogy a keresztényeket összegyűjtsük ezzel, és hogy szolgáljunk a nem keresztények felé is, és így felvettük a kapcsolatot az utazótitkárral, a Megdesznél, a vezetőséggel, és elindítottuk ezt a diákkört. És nagyon sok mindent tanultam, amit én szintén tudok a későbbiekben is alkalmazni, mert előfordult, hogy csak ketten voltunk, hogy mi mindent megtettünk, de nem jött el senki. És most így, ha visszatekintek, azt látom, hogy ez egy magvetés időszaka volt ott az egyetemen, és feladhattuk volna akkor, de éreztük azt, hogy ezt így csinálni kell. És ezáltal kialakult egy jó barátság is kettőnk között, ami szintén egy életre szól, és meg el is indítottunk így valamit, ami azóta is tovább él. És hát el kell és mondjam, most már virágzik, ha jól most tudom. Most már virágzik, igen. Közben átköltöztek egy másik karra, tehát ahogy az igény, ahogy a vezetők, új vezetők jöttek, és ők már nem közgazdászok voltak, vagy közgazdász hallgatók, átköltöztek egy másik karra, és nagyon sokan vannak. Ebben is van szezonalitás, tehát van, amikor többen járnak, van, amikor kevesebben, de így él a csapat. Él a csapat, és így halljuk a híreket, és látjuk, hogy milyen szolgálatot végeznek, és ez olyan jó érzéssel tölt el. De nyilván ez nem a mi dicsőségünk, de azért a kezdeteknél benne, ott lenni az benne jó. Benne vagytok azért, részesei vagytok, igen. Ez nagyon jó dolog. Hol ismertétek meg egymást, mert hogy barátnők vagytok, ha jól tudom, és van egy közös álmotok, amiért ma itt vagyunk ebben a többek között, nem csak ezért. Én a Dórit már rég próbáltam lehalászni, és akkor a Dóri mutatta be nekem Ágit, de a fő témánk azért tényleg az a közös álom, amit néhány éve, vagy nem is tudom mikor született, vagy kezdett megszületni, Dóri. Igazából szerintem így ifjúsági táborokban találkozhattunk először. Én tudtam, hogy ő az Ági, szerintem te is tudtad, hogy én vagyok a Dóri. Sokáig úgy nem beszélgettünk ilyen dolgokról, ami miatt most itt vagyunk így egymással, viszont nekem ez nagyon érdekesen kezdődött. Igazából előjáróban annyit mondanék, biztos Ági is elmondja majd az ő részét, hogy ez külön-külön alakult így a szívünkbe. Nekem Isten adott lehetőséget és ajándékot arra, hogy így szervezésben, rendezésben, konferenciákon is ilyen különböző keresztény szolgálatokban segítsek. Ugye már megemlítetted a női missziót, vagy az OIM-be is, leginkább ilyen marketing és rendezési, szervezési dolgokban vettem részt, és igazából ez volt az egyik kapcsolódó pont, ami miatt Ági megkeresett, de ami személyesen bennem kialakult, annak egy nagyon érdekes története van. Ugye az elején említettem, hogy két testvérem van, két bátyám van. Nálunk is elég nagy a korkülönbség, 8 és 10 évvel idősebbek, és... Wow, tényleg? Igen. És ebből kifolyólag ők már házasok, és mind a két helyen vannak unokaöcseim, unokahúgaim. És mindig a karácsonyaink annyira kis belsőségesek így ez miatt, hogy a gyerekek ott vannak, mindannyian annyira kis boldogok és felhőtlenek. És rám pedig egy bizonyos évben, ez volt a 2013-as év, elkezdett rám telepedni a magányosság, már így jóval karácsony előtt, szeptember-október környékén. És nem tudtam másra gondolni, csak azon gondolkodtam, hogy mi lesz már megint karácsonykor, otthon leszek másfél-két hetet, és megint csak egyedül, és a többieknek itt van a család, és mennek ide-oda másik szülőkhöz, másik nagyszülőkhöz. Én pedig itt leszek egyedül, és majd csak hosszú tömött sorba sajnálom magam. Persze most már erről vidáman beszélek így utólag. És ez indította el bennem azt, hogy valamit kell csinálni akkor. El kell innen menni. És pont voltak nálunk svájci vendégek látogatóba, és meginvitáltak magukhoz. Én meg kaptam az alkalmat, megkérdeztem, hogy karácsonykor elmehetnék-e, mert akkor leszek szabad, és hát mondták, hogy igen. Örültem ennek a lehetőségnek. Az utolsó pillanatban az egyik keresztény barátnőm adott nekem egy könyvet, ez az Elizabeth Elliotnak a Szerelem és Tisztaság című könyve. És én ezt
tényleg a repülőre való készülő, tehát a repülőtérre való készülődés előtt az utolsó pillanatban betettem még a táskámba, elmondom azért még a Biblia mellett még jó lesz valami mást is olvasni. És nagyon jól tettem, hogy betettem ezt a könyvet, mert még az odaúton is úgy mentem, hogy hát igen, az otthoniak együtt, család, én meg itt is egyedül, de nem baj, majd azért lesznek programok, biztos jó lesz. És elkezdtem ezt a könyvet olvasni, és igaz, hogy Elizabeth Elliot a bimbózó házasság előtti időszakáról beszél a könyvbe, de meg kellett éljen ő is egy ilyen időszakot, amikor nagyon magányos volt. És itt a magányosság kapcsán leírja azt, hogy ő hogy jött ki ebből a magányosságból, és ez eszméletlenül szólt nekem. Annyira a szívemig hatolt, hogy azt mondtam, hogy én ezt így nem folytathatom tovább, nem sajnálhatom magamat, meg kell, hogy éljem azt, hogy igen, ez most egy állapot, azt, hogy egyedülálló vagyok, de a magányosság az valamilyen szinten, akárhogy is szépítjük a dolgot, az egy bűn. Önsajnálattal kapcsolódik össze, és elég sok olyan dologgal, ami nem helyes gondolat folyamatokat indít el az agyunkba. És ha megengeded, akkor ezt az 5 pontot én nagyon szívesen elmondanám, hogy mi volt ez az 5 pont, ami engem kimozdított. Az első pont az volt, hogy csendesedj el, és ismerd el, hogy ő az Isten. És rájöttem azt, hogy én nekem az, hogy így egyedül vagyok, hogy még nem mentem férjhez, ez egy bálvány volt az életemben. És ezeket le kell rombolni magamba, és ez így nem mehet tovább, és Istent kell visszahelyezni a középpontba. És a férjhez menetelt, vagy egy férjet, mint bálvány, azt ki kell írtani az életemből. Persze tudom, mert vannak rá ígéreteim, hogy az Úr meg fogja adni, majd az ő idejébe, még most is erre várok, de nincs ez a középpont. Itt volt egy igei megerősítés az 5 Mózes 3.18-ból. Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, el nem maradt tőled, sem el nem hagy téged, ne félj és ne rettegj. És ez egy központi ige versé vált ebben a kérdésben is. A második pont az volt, hogy ne feledkezz meg a hálaadásról. És igazából ez az egész életmentalitásomnak egy központi témája a hálaadás, mert egy másik területen úgy eléggé stresszes voltam, Isten kihozott ebből, de ebből is egy olyan központi téma az, hogy a stressznek az ellenszere a hála, és ugyancsak amikor elöntenek nem csak a stresszel kapcsolatos, hanem a magányossággal vagy az önsajnálattal kapcsolatos gondolatok, akkor a hálaadás ugyancsak az, ami kihozhat ebből. Itt a 2 Korintus 4.17-18-at írta ez a könyv, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tehát igazából minden okunk megvan a hálaadásra. A harmadik pontja az volt, hogy utasítsd el magadtól az önsajnálatot. Ezt akárhogy szépítjük, ezt meg kell tenni. Tehát, hogy ez egy gondolati dolog, ide jön a támadás, és tudatosan el kell utasítani. Jön a gondolat, elkezdeném magamat sajnálni, elkezdenének az érzelmek elönteni, azt kell mondani, hogy nem, és megyünk szépen tovább ezen az úton. És igazából a negyedik pont az, hogy el kell fogadni ezt a helyzetet, ezt az állapotot, mint egyedülállóság, de nem a magányosságot. És itt szeretném azokat is bátorítani, akik így néznek minket, hogy igazából ez csak egy ideig óráig tartó állapot, mert ha Istentől kaptunk ígéreteket, akkor ezek az ígéretek, ezek be fognak teljesülni. Ha pedig nem kaptunk ígéretet a férjhez menetelre vonatkozólag, akkor pedig Isten ad egy olyan belső békességet, egy olyan bizonyosságot arról, hogy egyedül is jó, de addig is jó egyedül, tehát annyi mindent lehet csinálni, és ez egy nagyon szuper állapotnak fogható föl így is, hogy így egyedül vagyunk. És az 5. pont ez az, ami buzdított a cselekvésre. Tegyél valamit másokért, biztosan van olyan, aki sokkal nehezebb és rosszabb helyzetben van, mint te. És ez volt az, ami engem kimozdított, hogy azt mondtam az Úrnak, nagyon-nagyon komolyan megbántam ott sírva az Úr előtt, és ez volt az a pont, amikor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, hogyha hazamegyek innen, akkor én szeretnék másoknak segíteni. Nem fogom keresni az alkalmakat, de tudom, hogy te fogsz elém vezetni olyan lányokat, vagy olyan alkalmat, olyan helyzetet, amikor
amikor fogok tudni másoknak segíteni. Tehát kicsit bővebben ez volt az én történetem ezzel kapcsolatban, ami ezt elindította bennem. Köszönöm szépen. Nálad ez hogy játszódott le, mert hogy most már igazából ott tartotok, hogy megálmodtátok, hogy ti összefogtok, nem csak ti, hanem talán vannak többen is lányok mögöttetek, és segíteni fogjátok azokat a hölgyeket, akik magányosak, nem akik egyedülállók, igen, hanem akik rosszul érzik magukat az egyedülállóságukban. Te már nem érzed magad magányosnak, Ági? És miért nem? Miért nem? Hát talán én is annan kezdeném, hogy gyerekkorban az embernek vannak tervei, meg álmai, hogy majd ennyi éves leszek, ez lesz, ennyi éves leszek, az lesz, és ezt így sokáig őrizgeti az ember, és vár, hogy majd akkor ennyi éves vagyok, akkor most hol van az, amit megálmodtam. És egyetem után én felkerültem Budapestre, egyedül, mert az egész családom Pécsen van. Olyan régóta akkor már rögtön? Már Igen. Az első munkahelyem az már itt volt Budapesten, és hát akkor így meg kellett tanulnom azt, hogy milyen távol lenni a megszokott közegtől, hasonlóan, ahogy Dóri is megélte ezt. Tehát azért vannak közös pontok az életünkben, sok. És egy idő után el kellett döntenem azt, hogy nem hagyom azt, hogy sodródok az árral, és hogy így várok, hogy na majd ez úgyis meg fog történni, hanem tudatos döntéseket kell hoznom arról, hogy hogyan szeretném élni az életemet, hogy nem szeretnék önsajnálatba esni, nem szeretném azt érezni, hogy telnek az évek, és valamiről lemaradok, hiszen Isten az, aki ki tudja pótolni az időt, és ő, ő az időnek az ura. És idő, tehát folyamatosan, ahogy teltek az évek, egyre inkább kikristályosodott bennem az, hogyha én ilyen helyzetben vagyok, hogy egyedülálló, akkor jó lenne legalább másoknak segíteni, hiszen nem mondom azt, hogy egyszerű, nem mondom azt, hogy mindig vidám és boldog vagyok, azért vannak nehéz időszakok, de ilyenkor tudom azt, hogy kihez forduljak erőért és vigasztalásért, de nekem is oda kell figyelnem, mert az önsajnálat azért az könnyen jön, tehát ez nem múlik el a megtéréssel, hanem azzal újra és újra meg kell küzdeni. És úgy gondoltam, hogy mikor körülnéztem magam körül, sok hasonló lányt láttam még, akik egyedülállóak, még társra várnak, és arra gondoltam, hogy mennyire jó lenne, hogyha tudnánk azt egymásról, hogy nem vagyunk egyedül, hogy ugyanabban az élethelyzetben vagyunk, és hogy tudjuk támogatni egymást ebben, és ezáltal egymás hite által épülni. Ezért is szeretnénk minél több hölgyet, vagy egyedülálló lányt elérni, és nem csak azokat, akiknek szükségük van a támaszra, hanem azokat is, akik jól érzik magukat, hogy egymás számára is példák lehessünk, hogy nem kell magunk baroskodni amiatt, mert egyedülállóak vagyunk, hanem ez egy átmeneti időszak, amit arra kell fordítsunk, hogy magunkat rendbe tegyük, hogy szolgáljunk mások felé. Azt hiszem, te meg tudsz erősíteni abban, mint feleség és anya, hogy azért kevesebb idő van már akkor a szolgálatokra a házasság után. Tehát sok mindenre kevesebb van, igen. És az egyedülállóknak azért több szabadidejük van, és ezt ki kell használni. Azt csináltok, amit akartok. Igen. És nagyon sokan a házasságban teljesen magányosak, szóval ezt nem lehet szerintem abszolút külön választani. Táborba találkoztatok, most ezt csak egy kicsit viccnek szánom, és ott találtátok ki ezt a víziót, álmot, vagy hol csak leültetek, egymásra találtatok, hogy történt ez így meg? Emlékeztek rá, vagy már nem is? Igazából úgy alakult ez az egész ki, hogy Ági szolgál a női misszióban, a dicsőítő csoportban, én pedig, ahogy említettem, inkább a rendezés és a marketing oldalon segítkeztem, és talán egy női konferencián, vagy egy valamilyen pünkösdi szervezésű konferencián megkeresett ezzel Ági, hogy mi lenne, hogyha így összefognánk, és akkor elindítanánk ezt az egész
dolgot. Még akkor nem tudtuk, hogy mi, hogy, ha bár inkább erről majd Ági fog tudni beszélni, aha, de Ági nem tudta azt, hogy én mi mentem keresztül akkor. Aha. Ő csak látta azt, hogy így a marketinges dolgokba így tudok segíteni, tehát uh-huh, elsősorban talán innen volt az az egész megközelítve, aztán utána, amikor kiderült, akkor még jobban azt éreztük, hogy igen, ez uh-huh, tényleg feladatunk. Tehát igazából csak társat keresett az Ági, az ő álmainak a megvalósításának a segítésében, és akkor rájött, hogy igazából egy lapon ezt vagytok. Ezt jobb, ha ő mondja. Ági, el. Hogy volt? Hát én olyan típusú ember vagyok, akinek sok ötlete van, és aki kreatív, de uh-huh, szükségem van olyan emberekre, aki meg a megvalósításban jártasabb. Uh-huh. És, hát igen, a Dóri az biztos, hogy ilyen. De azért azt el kell mondanom, hogy kicsit kérette magát az elején. Tényleg. De azt gondolom, hogy így van rendjén, mert hogyha az ember valamiben elköteleződik, akkor ezt igenis át kell gondolnia, hogy mit tud vállalni, és hogy tényleg oda szállja erre az életét és a szabad idejét. Úgyhogy így alakult. És akkor megálmodtátok ezt az egész missziót, és ha jól tudom, akkor már van egy neve is, ami nem is olyan túl régi, de van neve. Ági, ezt megint csak te mondod, ha jól tudom. Igen, beszélek róla szívesen. A Hadassza nevet választottuk. Miért? Ez egy bibliai eredetű, aha, méghozzá biztos a kedves nézők is hallottak már Eszter könyvéről, Eszter királynő történetéről, és a Hadassza volt az ő neve igazából, ez egy Héber név, és később váltott, tehát, hogy később kezdték el Eszternek nevezni. Uh-huh. És Eszter életével, vagy Hadassza életével nagyon azonosulni is tudok, és nagyon nagy példának gondolom. Most a mi szemszögünkből nem az feltétlenül az a rész, amikor már királyné, hanem az azt megelőző időszak, amikor igen, kiválasztották a királynak. És tudjátok, hogy hány éves lehetett? Én megmondom őszintén, nem tudom, hány nem éves lehetett Eszter. Nem. Majd a legközelebbi műsorra előkeressük, jó? Fiatal volt, az minden bizonnyal. És de árva volt, volt, ugye? Igen. Árva volt, és nagybácsi nevelte. Igen, parancsolj, bocsánat. Ja, semmi gond. Igen. És amikor kiválasztották a király számára, akkor egy hosszú folyamat vette kezdetét az életében, ha jól tudom, akkor egy éven keresztül csak szépítették kívülről, és én úgy gondolom, hogy belülről is foglalkoztak vele, hogy méltó társa legyen a királynak. És ez a felkészülési időszak, ez az, amiben tulajdonképpen mi is vagyunk, és mi is szeretnénk így felhasználni ezt az időszakot, hogy szépíteni magunkat kívülről, belülről, és helyre kerülni, mert több már házas barátnőmtől hallottam, hogy még tanításokban is, hogy a házasság az nem oldja meg a problémákat. Nem szabad a problémákat belevinni a házasságba, hanem azt előtte meg kell, le kell rendezni, meg kell oldani, hiszen utána akkor már ez két embernek a problémája is lesz, nem csak egynek. És ez az időszak, ez a felkészülés időszaka, az erről is szól, hogy magunkkal is rendbe kerüljünk mindenhogyan, és egyensúlyban. És ebben szeretnénk segíteni másoknak is. Én nem azt mondom, hogy tökéletes vagyok már ebben, de próbálkozom. Tanulsz. Ez pontosan így van, amúgy, ahogy az Ági mondja, hogy igazából az a küzdelem és az a harc, amin mi mentünk, vagy megyünk folyamatosan keresztül, én azt gondolom, hogy Isten ezt föl tudja használni mások életének a megsegítésére, és még Ágihoz kapcsolódóan nagyon sokan gondolják azt, hogy egy férj, vagy egy házastárs, vagy már csak az együttjárási folyamatban, vagy udvarlási folyamatban megoldja azokat a szükségleteket, vagy szükségeket, amiket jelenleg úgy érzünk az életünkben, hogy nem tud senki más betölteni, de ez nem így van. Nyilvánvaló persze, és ezt megint csak te fogod tudni megerősíteni, hogy olyan szükségek is vannak, amit csak egy férj tud betölteni, de rengeteg olyan van, amit egy férjtől várunk, és közben pedig Istennel kellene lerendezni, és ezért tartjuk azt fontosnak, összeírtunk már jó néhány témát, és erről szól lesz majd a Facebook oldalon, amúgy egy nyilvános Facebook oldalt fogunk keresni. Ez lesz a neve, hogy Hadassza, magyarosan írva, illetve ahogy magyarosan mondjuk Hadassza, tehát így fognak tudni minket megtalálni a hölgyek, lányok,
a Facebookon, és olyan témákat akarunk feldolgozni ezen, amik tényleg a lelki helyreállásról is szólnak, de ugyancsak a külső helyreállásról. Tehát mindannyian tudjuk, hogy a férfiaknak nagyon fontos, hogy hogy nézzünk ki, és igenis kell a külsőnkkel foglalkozni, kell azzal foglalkozni, hogy egészségesek legyünk, kell azzal foglalkozni, hogy egészségesen táplálkozzunk, és azzal is igen, hogy hogy öltözködjünk, hogy legyünk csinosak, szépek, tehát fogunk ilyen témákkal is foglalkozni, de természetesen meg lesz ezeknek a hölgyeknek, lányoknak a segítség arra is, illetve az út arra is, hogyha ha szükség van segítségre, lelki segítségre, akkor legyen nekik egy olyan hely, ahol tudnak kapni. Tudnak nyílt vagy zárt kérdéseket is föltenni így az oldalon keresztül, tehát többféle lehetőséget fogunk ezekre adni, illetve tervezzük azt, hogy folyamatosan bátorítjuk őket napi igeversekkel, történetekkel, bizonyságokkal. Tehát azt hiszem, hogy mind a kettőnknek a bizonysága elindíthat egy ilyen bátorítási folyamatot, és ezért is várjuk azoknak a lányoknak is a jelentkezését, vagy esetleg, hogy csatlakozzanak ezen oldalhoz, akik már olyanok, akik már átmentek ezen a magányosság kérdéskörén, és már hasonló cipőbe járnak, mint mi, hogy igenis egyedülállóak, de élvezik ezt a helyzetet, és még kihasználják, és szeretnének szolgálni. Szóval elindítunk egy folyamatot, és reméljük, hogy ez egy ilyen... tényleg egy olyan folyamat, amiből bárki kiszállhat, és igen, örülünk neki, ha valaki házasság útján kiszáll belőle. És szerintem mondhatom Ági nevében is, hogy igen, nekünk is a tervünk az, hogy kiszálljunk majd ebből a folyamatból, de amíg lehet, addig szeretnénk segíteni ezzel másoknak. Keresztények vagytok, ugye ez köztudott, mert hogy elmeséltétek az életeteket, és biztosak vagytok abban, hogy az Isten ígéretei azok igazak. Tehát ő megígérte, hogy ő soha nem hagy el. Mégis ezen a világon élünk, mégis megtapasztaljuk ezt a magányosság érzését. Na most, hogyha erről egy picit beszélhetnénk, hogy amikor így megcsapott benneteket ez a magányosság érzés szele, akkor milyen folyamatokon mentetek keresztül, és hát keresztül mentetek, és akkor ezeket ilyen teljesen hétköznapi módon hogyan tudtátok legyőzni? Például ige olvasás, most nem akarok, biztos, hogy tudtok erre választ adni, hogy esetleg tudjunk azoknak segíteni, akik épp most benne vannak ebbe a magányosság érzésébe. Ági? Igen. A magányosság, fontos az, hogy az ember hogyan áll hozzá, amikor rátör ez a dolog. Tehát, hogy az előbb is említettem, én se vagyok ebben még tökéletes. És, de ez mindenkit megcsaphat, engem is. Folyamatosan, igen. Ez tényleg nem csak az egyedülállók. Kérdés, hogy hogyan reagálunk erre. Hogyan reagálsz rá? Hogyan reagálok? Egyébként... Vagy hogyan, mondjuk a kezdetekben hogyan reagáltál, biztos volna egy fejlődési szinted ebben, hogyha már segíteni is akarsz. Igen, hát ilyenkor mindig Jézushoz fordulok, mindig imádkozom, és egy idő után rájövök, hogy mennyire jó is ez, mert ilyenkor sokkal közelebb érzem magamhoz őt, mint máskor, és ez benne a csodálatos, hogy ott van, és ugye, hogy a Bibliában is megígérte, hogy a mi vőlegényünk is egyben, hogy az egyház a mennyasszonya, úgy egy vőlegény is, tehát ő pontosan tudja azt, hogy mi megyünk keresztül, vagy akár ha a magányról beszélünk, ő is átment ezen, amikor a földön járt, amikor a tanítványok elhagyták, igen. Tehát olyan megváltónk van, aki pontosan tudja, és ezért úgy gondolom, hogy ez a legjobb megoldás, hogyha hozzámegyünk. És akkor ilyenkor az igény keresztül is nyilván tud üzenni, és ez nekem mindig egy megnyugvást ad utána, és legközelebb, amikor újra előjön, akkor már felfegyverkezve tudok ellenállni, de ugyanakkor nem szereztem el legközelebb sem azt a lehetőséget, hogy egy mély kapcsolatot, vagy elmélyítsem a kapcsolatot, és hogy ugyanúgy közelebb kerülhessek Jézushoz. Tehát nekem ezek úgymond, ezek a támadások, ezek mindig ilyen figyelmeztetések is arra, hogy csak hozzá, csak nála oldódnak meg ezek a dolgok, saját erőmből nem lehet. Tehát ez egy érzés, igaz? Igen, nem ez az igazi, főleg keresztényként, nem ez a szellemi valóságunk, ami igaz az életünkre, ez csak egy érzés. Hogy kezeled ezt, Dóri, vagy mit szoktál tanácsolni, és akár?
Igen, ez egy érzés és egy gonosz gondolati támadás is lehet. Tehát a gondolati tovább, tehát ha jön a gondolat, az első gondolat, azt kell elcsípni, és már hogyha a gondolat az tovább megy, az alakul át érzéssé. Hogyan tudod elcsípni a gondolatot? Mit csinálsz vele? Én folyamatosan emlékeztetem magam olyan ige versekre, amiket a nehéz időszakaim alapján kaptam. És picit visszatérve az előzőre, én tudok különbséget tenni, hogy kezeltem nem helyesen. Én állandóan sírtam, borzasztóan sajnáltam magamat, tehát hogy ez alap volt. Mindig a szüleimnek sírtam ki magamat, amit utána mindig megbántam, mert ők pedig segíteni próbáltak, de mindig azt éreztem, hogy még ők se értenek meg. És aztán utána még jobban sajnáltam magam. Tehát nem csak azért, mert egyedül vagyok, meg magányos vagyok, hanem hogy még ők se értenek Pasikat meg. Nem hibáztattátok, hogy... Volt az is. Nálam volt az is. Igen, én elmondom őszintén, volt az is, hogy hibáztattam őket is, hogy miért csak az ilyen lányok tetszenek a fiúknak. és igen, de ezekre rá kell jönni, hogy igazából amíg elvárásaim vannak, az is bele tud vinni a magányosságba, és ezekről az elvárásokról, ezekről le kell mondani. Tehát igazából Isten szerinti módon kezelni ezeket a dolgokat csak úgy lehet, hogyha tényleg az Úrba kapaszkodunk és az igékbe. Nekem két olyan alapvető igevers volt ezen az időszakon keresztül, ami bátorított, hogy ha bármikor jött ez a folyamat, egyrészt én ehhez mentem vissza, amit elmondtam ehhez az 5 ponthoz. Tehát, hogy mindig megnéztem, hogy ki az, akinek tudok segíteni, ki az, aki sokkal nehezebb helyzetben van, mint én. Másrészt pedig ez az említett két igevers, az egyik a hagyjad az Úrra a te utaidat, majd ő teljesíti, ez a 37. Zsoltárban van, illetve a másik a Jeremiás 29:11, hogy Isten tudja az én dolgaimat, amit ő felőlem gondol, és ennek a vége győzelem. Most pontosan nem idéztem pontosan, mert mindegyik fordításból szeretem ezt az igét, és ez a két igevers engem nagyon-nagyon bátorított, és igen, folyamatosan nekem is még jönnek ezek a gondolatok, főleg amikor a 10-12 évvel fiatalabb lányok mennek férjhez a gyülekezetembe, és én csinálom meg az esküvői, nem tudom, dekorációt, vagy bármi ilyesmi van, vagy megyünk, azért szerintem Áginál is előfordul nálam is, hogy folyamatosan esküvőkre, és még mindig egyedül. És azért az esküvői meghívó mellett ott az a kis cetli, hogyha addig lesz valaki, akkor őt is hozhatod, de hát nincs. és ezek is elindíthatnának ilyen gondolatokat, de ez egy tudatos és folyamatos, egyrészt, ahogy mondtam, gondolati ellenállás, hogy nem vagyok hajlandó beleállni ebbe a gondolatba, hogy támadjon, másrészt pedig Isten. Tehát, hogy ezt Isten nélkül nem lehet épésszel végigcsinálni úgy, hogy a saját erőmből bírjam. Tehát az ige az nagyon bátorít engem, és az ima, tehát az, hogy akkor Istenhez megyek, és kiöntöm elé a szívemet, és igen, szoktam én is sírni az Úr előtt ezen a területen, hogy nem azt, hogy Uram mikor, vagy Uram miért, még nem, és hogy ez a terület, ez hogy mint van, egyszerűen csak, hogy Uram, látod, hogy fáj, és látod, hogy nehéz, de beléd kapaszkodok, és tudom a te ígéreteidet, és tudom, hogy lesz, és tudom, és köszönöm addig is, hogy végigviszel ezeken a dolgokon, amiken végigviszel, mert ahogy Ágival mondtuk az előbb, hogy igenis oda kell figyeljünk arra, hogy ez a felkészülési folyamat, ez ne csak arról szóljon, hogy valaki majd az én szükségleteimet kiegészíti és betölti, hanem azt, hogy mi az, amit meg tudok tenni én is már ahhoz, hogy jó feleség legyek. Lehet, hogy egy, és nem akarom lelőni, mert ez az Ági mondata, hogy lehet, hogy egy férj, vagy egy egyedülálló fiú pont azért imádkozik, hogy Uram, add, hogy az én feleség jelöltem is fölkészüljön valahol. És erre bátorítjuk a lányokat is, hogy ne a sebeinket nyaldosuk, persze, ezeket helyre kell hozni, ami gyerekkori sérülés, vagy esetleg korábbi párkapcsolatokból levő sérülés, főleg akik világi háttérből jöttek, és nem voltak olyan áldottak így a gyerekkorukat illetően, mint amit mi tapasztaltunk meg. Tehát helyre kell hozni ezeket a dolgokat, de ezt követően megtudjuk azt, és meg is kell azt tegyük, hogy fölkészülünk arra, hogy jó feleségek legyünk, és már most készüljünk erre az időszakra, és ezt nagyon fontosnak tartjuk.
nagyon szeretetéhesek vagyunk, azt gondolom, keresztényként is, és én, ahogy ezt így próbáltam végig gondolni, a szeretet érzésének a hiányában tud leginkább megtámadni a gonosz. Nem tudom, hogy ti evel egyetértetek-e. Amikor történik olyan dolog, hogy tudom én, a férjem nem figyel rám, most ugye, hát magamat hozom példának, vagy amikor nálatok olyan dolog történik, amikor semmi szeretetet nem kaptok mondjuk egy hétig. Persze tudjuk, hogy az Isten ott van, és ezeket a szilárd alapokat tudjuk, de mégis, mint emberek, szükségünk van egy ilyen megfoglak, és szeretlek, és megölellek, és kimondani, hogy szeretlek, és szükségem van rád. És szerintem itt tud a leginkább becsapni a gonosz, hogy ó, hát ez nem is működik. Nem érzed? Az Isten messze van. És itt jön be a helyes Isten kép is. Meg utána szorosan ehhez hozzátartozik a helyes én kép. Nálatok ez hogy valósult meg a helyes Isten kép? Mi a helyes Isten képetek? Ági? Hát nekem még az előbb eszembe jutott igevers, ugye igeversekről beszéltünk. Aha. Az egyik az, ami így folyamatosan végig kíséri az életemet. Sajnos az ige helyet nem tudom idézni, de lehet, hogy ti majd kijavítotok. Az egyik az, hogy nem romlást, hanem reményteljes jövőt készítek a számokra. Ez az, amit mondtam. Ez a Jeremiás 29. Hát akkor nagyon összecsengünk, akkor ez egy másik fordítás lehet. Ez a vége az igeversnek, én az elejét mondtam. Igen. A másik pedig az igevers, amikor ami a Dániel könyvében szerepel, mielőtt nem borulnak le a fiatalok, a király képe előtt, és vállalják a következményeit, és azt mondják a királynak, hogy a mi Istenünk meg tud menteni, de ha nem Istenné, akkor sem fogunk leborulni előtted. És ez egy olyan erős gondolat, hogy Isten azt tesz, amit akar, és én bízom benne, hogy ő betartja az ígéreteit, de ha nem Istenné, akkor sem fog megváltozni az ő róla alkotott képen, mert nem ez a forrása annak, hogy mit gondolok róla, hanem ami ennek őt megismertem már az eddigi életem folyamán, hogy mindig ott volt, amikor szükségem volt rá, és van egy vers is erről, a lábnyomok a parton. Nem tudom a szerzőjét, azt tudom, hogy Turmizai Erzsébet fordította. Amikor ugye az ember visszanéz az útra, és akkor azt látja, hogy a homokban egy idő után eltűnnek a dupla lábnyomok, és csak egy lábnyom látszik. És akkor ezt így Istennek szegezi ezt, hogy Istenem, miért hagytál el ott, ahol a legnehezebb volt az ösvény? És akkor erre azt mondja Isten, hogy nem hagytalak el, hanem ott a vállaimon vittelek téged. És ezt én is annyiszor megtapasztaltam, és az ilyen dolgok az, amik úgy igazából kialakítják azt, hogy bennem, hogy milyennek látom Istent, és így napról napra jobban megismerhetem őt. És emiatt ilyen pillanatnyi földi dolgok, hogy mi hogyan alakul, hogy most a munkahelyen jól sikerülnek-e a dolgok, amiatt vidám vagyok, vagy rosszul, ezért szomorú vagyok, ezek csak olyan dolgok, amik így elmúlnak, mert ha Isten megáld a munkámban, azért övé a dicsőség, de ha nem Istenné, akkor is tudom, hogy ő mindig ott van, és ő Isten. Óriási. Dori? Én egy kicsit másik oldalról közelítem ezt meg. Én az apaképről. Nekem nagyon jó apaképem volt, van, hála Istennek mondhatom, mert még él az édesapám, és Istenre is úgy tekintünk, mint az édesapánkra, és igazából, ha valakinek nem olyan az apaképe, vagy nem volt apukája mellette, vagy nem szerette az apukája úgy, vagy nem fogadta el úgy, ahogy, akkor az identitása sajnos nem olyan, mint amilyennek a helyes identitásnak kellene lenni, és igazából pont ez az, amin szerintem érdemes dolgozni, hogyha nem olyan az apaképünk, akkor Isten ebből ki tud hozni, ebből a helyzetből, és be tudja gyógyítani ezeket a sebeket, és az Isten képünk attól függetlenül, hogyha az apaképünk nem olyan volt, akkor ez lehet más. És én így bátorítom a hölgyeket erre, hogy igen, először a lelki oldalán érdemes dolgozni. Ez az egyik fele, a másik fele pedig
az, hogy először magunkat kell elfogadjuk, tehát, hogy ezen dolgozni kell. Tehát én nekem ez 32 éves koromba jött el, pedig folyamatosan hallottam azt, hogy elfogadott vagyok, de mégse tudtam magamat külsőleg elfogadni. Nekem inkább a külsőm elfogadásával voltak így problémáim, és folyamatosan elutasítottam úgy magamat, hogy hát igen, én nem nézek jól, és nem vagyok szép, és igazából amikor elkezdtem magam azon keresztül látni, hogy Isten hogy lát engem, és hogy Isten, ha az igéje azt mondja, hogy ő a saját képmására alkotott, akkor ki vagyok én, hogy ezt megítéljem, és ez ellen lázadozzak. És amikor ez átkattant, igazából azután Istent is teljesen máshogy láttam, azon keresztül, hogy ezen a területen begyógyította a szívemet, és sokkal jobban érzem magam a bőrömben is. Tehát ennek a lelki oldalát kell először megközelíteni, tehát a saját magunk elfogadása, és azt, hogy az atyaképünk helyreálljon, ez által alakulhat ki teljesen más, hogy az Istenhez való hozzáállásunk így ezen a területen is. Köszönöm, és ha jól veszem le a dolgokat, akkor egy ilyen felkészülési folyamatban vagytok, ami nagyon sok mindennel járt már eddig az életetekben, és azért szeretnétek csinálni ezt a női missziót, a Hadassza missziót, csak ismételjük azért, hogy bejöjjön a köztudatba, mi is gyakoroljuk ezt. Igen, még nekünk is még kell. Még új egy kicsit. Aha. Azért, hogy átadjátok azokat a tapasztalatokat, amik már nektek megvannak, és hogy másokat is fel tudjatok készíteni, ha jól értem. Erre az útra, hogy néhány percünk van csak már, hogy fogjátok ezt csinálni? Szeretnétek majd konferenciákat csinálni, mert hogy a Facebookról már beszéltünk, de hogy konferenciákat is esetleg, különböző alkalmakat erre, mit szeretnétek csinálni? Hát ez még annyira alakulóban van, hogy még számunkra is új. Aha. Hogy hogyan nyilván? Csak az álmatokról, és ha majd nem úgy valósul meg, akkor azt mondjuk, hogy hát... Isten valami jobbat csinált. Valami jobbat, igen. Köszönöm. Vagy más folytatja. Igen. Igen. Mindenképpen először az online felületen szeretnénk erősíteni, és így elérni a hölgyeket. És személyes találkozásokban is gondolkozunk, ami akár ilyen imaközösség, egymás terheit hordozni, vagy olyan meghívókat, meghívottakat, előadókat hívni, uh-huh. akik adott témában jobbak, mint mi, hiszen mi sem vagyunk tökéletesek, hiszem ezt elmondhatjuk. Nagyon nem. Tehát sok mindenben még nekünk is formálódunk el. Igen. Tóri, neked még egy pár mondat befejezésül? Igazából nagyon hasonló az ötlet, és tényleg először csak az online vonalon kezdjük el. Ugye az köztudott, hogy a Pünkösdi Egyháznak van női missziója, aki egy nagyon-nagyon intenzív és klassz szolgálatot végez, tehát hogy ez melletti dolog, és felekezet közé, ezt nagyon fontos megemlíteni, tehát hogy ez nem a Pünkösdi Egyháznak a zászlója alatt megy, hanem igazából ez két lánynak a kigondolása, bocsánat, háromnak, mert meg kell említsük, hogy még van egy másik leányzó ebben a történetben. Aki csak helyhiány miatt nem lehetett. Igen. Tehát ez hármunknak az ötlete, és ezt kizárólag azért szeretnénk csinálni, hogy másokat ezzel bátorítsunk, és én azt gondolom, hogy mi is fogunk még sokat-sokat tanulni ezáltal. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy felvállaltátok épp azt a helyzetet, amiben most vagytok, és hogy látjuk rajtatok azt is, hogy jól érzitek magatokat ebben a helyzetben, de szeretnétek fejlődni, és most szeretném megköszönni a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. Remélem, hogy önök is élvezték ezt az egy órát, és nagyon hasznos volt a téma, hogyha bármi kapcs... most már nem megy. Na jó. Akkor még egyszer. Mondhatom újra így? Kezdhetem. Jó. Kamerában nézek. Ez már utáló, bocsánat. És most szeretném megköszönni a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. Remélem, önök is élvezték ezt az egy órát. Hogyha ezzel kapcsolatban van valamilyen kérdésük, akkor bátran forduljanak Dórihoz és Ágihoz. Keressék meg Facebookon a Hadassza nevű oldalt, és biztos, hogy segítséget és bátorítást kapnak. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak. Isten áldja önöket, viszontlátásra!